2004 óta rendezik meg szerte a világon, július 28-án a hepatitis világnapját. A hepatitis a máj idült vagy gyulladásos megbetegedése. A jelenleg ismert vírusokat A-tól G-ig jelölik, a krónikus megbetegedések a legtöbb esetben tünetmentesek, kezelés nélkül pedig lassan évtizedek alatt válnak egyre súlyosabbá. A betegek többsége nem is sejti, hogy vírushordozó, és sok esetben a fertőzés forrása sem azonosítható. Az A-variáns gyakorlatilag eltűnt Magyarországról, és a vérszülés eredményeként évek óta a B-variáns útján szerzett betegség sem volt a szekszárdi kórházban, mondta Bali Ildikó főorvos. A C-hepatitis az a nagy statisztikák szerint a lakosság 0,7%-át érinti, ez tehát körülbelül 70 ezer ember Magyarországon. Ebből körülbelül a felfedezett beteg, vagy csak vírushordozó, de nem beteg, az körülbelül ennek az egyharmada, tehát olyan 25-30 ezer körül van a számuk. A Tolnamegyei Barassa János kórház szervezésében a COVID-járvány megjelenéséig rendszeresen végeztek szülővizsgálatokat, hiszen egy csepp vérből alig negyed óra leforgása alatt kimutatható a betegség. A mi gondozott betegeinknek a száma az közel 300 körül van. Ebből a kezelt betegek 99,9%-a meggyógyult. A kezelés az egy elég hosszú időszakra vezethető vissza. 89 óta ismerjük a C-vírust. Ugye azt is el kell mondani, hogy ez a legrosszabb indulatú vírus. Bali Ildikó azt mondja, a kábítószerfogyasztás jelentősen növeli a megbetegedések számát, hiszen sokszor használnak többen egy eszközt, és ez fokozza a fertőzés veszélyét. A betegséggel szembeni harcban a jelenlegi helyzet az, mondja a főorvos, hogy egyetlen tabletta bevételével közel 3 hónap alatt gyógyíthatóvá vált az esetek 97%-a.